el. Újra itt vagyok, vissza kellett jönnöm hozzád, és lehet, hogy maradok. Tudom, tudom, nem láttál rég, bármit is mond a szemedben, a megértés tüze ég. Én szóra váltanám a gondolatot, de félek, hogy nem érdekel. Sajnos nem állnak össze a mondatok. Én nem ide jöttem, nem ezt akartam, reményt kaptam csak az útra. Én az örök átutazó, hogy minden bűnöm megbocsájthat. Hello, hello, nem tűntem el, csak egy távoli bolygón jártam lehúnyt szemekkel, de kinyílt lassan a szem, most is rád ragyog, könny reszked benne, mert látom, hogy vak vagyok. Én szóra váltanám a gondolatot, de félek, hogy nem érdekel. Sajnos nem állnak össze a mondatok. Én nem ide jöttem, nem ezt akartam, reményt kaptam csak az útra. Én az örök átutazó, azt, hogy minden bűnöm megbocsájtható. Nagyon régóta foglalkoztat a zene, hát ilyen unalmas zenét dumát tudnék nyomni, csak hogy már gyerekkoromban is, de hát igen, egész korán, ami azért volt furcsa, az egy zenei érdeklődésem, mert a családom nem egy művész család, nincsenek tradíciói a művészkedésnek. Mitől jött ez a motiváció? Fogalmam sincs, egyszer csak 6 éves koromban megálltam a szüleim előtt, és közöltem, hogy másnaptól hegedű órára járok az XY zeneiskola növendékeként. Kicsit meglepődtek, annál is inkább, mert nekik kellett kifizetni a hegedű óra díjait, plusz szolfézs. És hát meg voltak olyan rökönyödve, de azt mondták, hogy ez egy múló állapot. Ettől kezdve folyamatosan zenekarokat alakítottam, különböző képtelennél, képtelebb hangszerek kezelőjeként jelentkeztem. Voltam egy basszusgitáros énekes is, ki gondolná rólam? Én magam se gondolnám, hogy visszatekintek, meg hogy most már nagyjából tudom, hogy milyen egy basszusgitáros, mert dolgoztam basszusgitáros. De egyébként tanultál zenélni? Nem, hát ezen a 2 év hegedűn kívül nem, amíg zeneelméletet is tanultam. Azt gondolom, hogy nem ez az alapozás az, ami engem, tehát ez a fizikai tudás, ami engem a zene felé lökött, hanem ilyen ösztönös vonzódás. Nagyon kiskölyök koromtól kezdve részt vettem abba a Bonnie-en vitában, ami hát egy ilyen meghatározó volt, amikor én harmadikos, negyedikes általános iskolás voltam. Ha jól emlékszem, az abba odán álltam, de akkor az abbások táborán belül is megoszlottak a vélemények, hogy melyik a jobb nő, a barna hajú vagy a szőke. Apámmal nagyon komolyan összevesztünk ezen, én is barna párti vagyok. Aztán a magyar rockzene felé fordultam, és ezért volt érdekes, hogy amikor meghívást kaptam az általad is látogatott popfesztivál döntőjébe az idei évben, akkor a szövegírók fakjában olyan emberek kerültem együtt, mint Jó Magad, és én Kartágot is hallgattam annak idején. Jó ízlése van végül. Úgy érzem én is. Dennyin Feri, akinek az első szólemeze a Fújomad alatt volt az én első hanglemezem otthon. A szüleimtől kikönyörgött Tesla lemezjátszón, hallgattuk repetre, és Pataki Attila ült még ott, akinek szintén nagy rajongója voltam 13-14 éves koromban. És akkor aztán te csak hangszerre kaptál? Aztán egyszer csak eljöttek a gimnáziumi évek, ami nagyon meghatározó 4 év volt az én életemben, és bizonnyal mindenki másnak is, de itt köteleztem el végképp magamat a versekkel, a zenével, a kreatív műfajokkal, mondjuk így 16 éves koromban elhatároztam, hogy filmrendező leszek, és ez az elhatározás még mindig tart, illetve hát a beváltása egy kicsit várat magára, de remélem, hogy miután írom a filmet egy jó ideje, hogy meg valamikor ez perfektuálódik. Hiszed vagy nem, egyszer hazajutok, nem látsz majd többé, hiányozni fogok, én szóra vágyom.
Azonnal a gondolatod, de félek, hogy nem érdekel. Sajnos nem állnak össze a mondatok. Nem ide jöttem, nem ezt akartam. Reményt kaptam csak az útra. Én az örök átutazó, az, hogy minden bűnöm megbocsájtható. További zenekaraimat, így évente cirka kettőt, ott születtek meg a Bonanza Banzai csirái is. Szám szerint két csirái volt, Haber Zsolt és én, hiszen ő egy évvel alattam nyerte, egy év folyamon alattam nyerte a gimnáziumban, és ott találkoztunk először, ott alakítottuk az első zenekarunkat, aztán majd a másodikat, és a harmadik lett a Bonanza Banzai, amit közvetlenül a leszerelés után alakítottunk, amikor én leszereltem 1987 őszén. Rögvest a unalomig ismert Csillagszületék című akcióra került. 87 őszén. 87 őszén, igen. Hát így alig vetettem le az angyalbőrt, már is ilyen popos tevékenységbe kezdtem, annál is inkább, mert nagyon sok dalt írtam a katonaságban, meg sok verset. Mostan akkoriban, amikor a Bonanza Banzai elindult, már ismert felállásra, tehát hármasban, akkor azért volt egy ilyen szakmai felhang, hogy egy kicsit depesmódos. Gondolom, nagyon depesmódos volt ám azért. Nem. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ilyen szolgai másolásban merült volna ki a dolog. Ránk ez a zene hatott, az egész középiskolánkat, az egész nagyon fogékony kamaszkorunkat, ez a forradalmi új zene irányzat, ez a szinti pop, ez határozta meg. És ez volt ránk a legnagyobb hatással, mert akkor még nem világtrend volt, hogy 50 márkáért vesz valaki egy szekvenszert, és boldog-boldogtalan ilyen techno szörnyűségeket gyárt, mint most, hanem nagyon kevés ilyen zenekar volt, mint a Depesmód, és ezek nagyon karizmatikusan működtek, és volt itt az MTK pályán, mert nem tudom pontosan melyik évben, talán 85-ben, 86-ban egy koncertjük, ahol valami ilyen frenetikus katarzist éltünk át mind a ketten a Zsolttal. És azt gondoltuk, hogy ez a zene az, ami meg fogja határozni az életünket. Úgyhogy automatikusan adta magát, hogy ezt játsszuk. Nem találtuk ki, nem volt ilyen marketing felmérés, a Gallup intézetet nem vontuk be a dologba, hogy majd kik fogják szeretni ezt a zenekart, ha ilyen zenét játszik. Egyszerűen azt játszottuk, ami a legmeghatározóbb élményünk volt, zenei élmény.
érdekes volt nálatok, ami plusz volt, egyetlen a szöveg. Nagyon köszönöm, Feri. Hát én vagyok a szövegíró a zenekarban, sőt a saját produkciómnak is én írom a szövegét. Nem tudom, az írás nagyon érdekel, és az egy meghatározó az egész életemet, az, hogy nagyon régóta vonzódom a versek meg az írás felé. Nem csak mint előadó, mint versmondolánya, mint mondottam, hanem vagy mint ilyen színész hajlamú ember, hanem írni is szeretek. És hát elég magasra teszem magammal szemben a mércét. Úgy gondolom, hogy az összes elvárás, ami velem szemben adódik, azok közül is a legmagasabbik az enyém. Én nagyon szigorú vagyok magammal. És szeretem, hogyha szól a dal valamiről. Szeretem, hogyha a dalszöveg megáll versként is, tehát a dal nélkül a lábán. Úgyhogy ezért bosszankodtam a fesztivál zsűri tagságom idején is, mert a szövegekben sem találtam olyat, ami igazán úgy tetszett volna. És azt gondolom, hogy ami elválasztotta ettől a szinti pop kultusztól a zenekart, abban komoly része lehet a szövegnek is, nem kizárólag annak, nem kell magamnak vindikálni a zenekar sikerét, de az nem volt baj, hogy nem akármiről szólt a szöveg, és mögötte szólt egy ilyen divatos, ugyanakkor Magyarországon kevés példával bíró ilyen szinti pop, hanem nagyon komolyan meghatározó volt, úgy gondolom a sikerben, hogy ezek szövegek működtették az embereket, akik hallgatták, és persze nem feltétlenül értették ezeket a szövegeket, mert ugye van ez a tipikus és ilyen divatos alkotói póz, kivált kép azok között, akik magukat az elitkultúra letéteményeseinek tartják, hogy az én műveimet nem értik, és én egyébként meg nem értett művész vagyok, és fióknak vagyok kénytelen írni. Ez az emberben úgy felvetődik, mikor mondjuk egy anti-utopisztikus kultúrák közötti átjárást is biztosító hanglemezt készít el 1984 címmel. De aztán ez lekopik, ez a máz, ez a póz az emberről, és a végén már nem azt igényled, hogy értsék a szövegeidet, mert az majdnem lehetetlen, mert ahhoz pont olyan ismeretanyaggal kell rendelkezni, amilyen neked van a fejedben, és az majdnem lehetetlen. Elég az, hogyha az, aki hallja, a befogadó, az érez valamit közben. Tehát érzi azt egyrészt, hogy te valamit nagyon akartál, és rengeteg energiát, szereteted, és alázatod, és erőd van benne a produkciódban, így a dalszövegedben is. És ha nem érti szóról szóra, akkor is érzi, hogy itt valami fontos energia moccant meg a köztetek, tehát a befogadó is köztet. És ez az, ami fontos, ez az, ami számít, és ez az, amiért nagy élmény egy sportcsarnok színpadán állni. Jéghideg ágyban ébredek, tudom, fény mossa az éjszaka ráncait, tudom, és érzem, hogy merre jársz, hiába hiszed, hogy nem vagy itt. Most sokáig nem látlak, tudod, pedig nem vehetem le rólad a szemem. Lepedő markolj a sóhajod, csak te mondod így ki a nevem. Az illatodban ülve várok egész nap, hogy szádban hozd el éltető vizemet. Itt vagy velem, ahogy írom ezt a sor, ahogy szemeket ér. Én ott vagyok velem, én ott vagyok velem. Többet nem tudok, csak neked dúdolni halkan. Néznek a csillagok, bennem most is vége van. Szakadék mélye vár, onnan is visszahív egy szó, dalt szül a súlyos félhomály. Érzem, hogy sírni volna most jó, reszket a föld, ha hozzám ér. Egy-egy békés gondolat, amit nekem küldesz el, amiben magad is benne vagy. Az a helyzet, hogy az ember egyrészt szeret szabadon írni, szabadon gondolkodni, és a saját mércének megfelelni.
És aztán egy idő után a sportcsarnokok telnek meg, és ott tízezres tömegek süvöltik kívülről a dalszövegeket, akkor egyszer csak elkezd motoszkálni benned, hogy most már akármit nem lehet leírni, eddig se lehetett, mert a saját mércéd miatt nem lehetett, de most már arra is gondolni kell, hogy ezt már sokan fogják visszakiáltani rád is, hogy milyen töltése lesz, és ez rögtön befolyásolja azt, hogy mit írsz és hogyan. És hát ahhoz kell erős lélek, bocs, még azt gyorsan még mondom, ahhoz kell erős lélek, hogy az ember... Cut! Hello, hello, újra itt vagyok. Ahhoz kell erős lélek, hogy az ember ilyenkor tudjon saját maga maradni, és ne foglalkozzon azzal, hogy ez a siker és az egyéb ügyek azok hogyan befolyásolják a felelősségérzetét. Alapjában véve kell lenni egy elemi felelősségérzetnek benned, hogy amit kiadsz a kezedből, az híven reprezentáljon téged, amit érzel, amiben hiszel, és hogy ne okozzunk kárt senkinek, senkiben. Amikor leülsz írni, akkor ez, akkor erre gondolsz, hogy gondolsz, hogy színpadon állsz majd, és majd ezt te fogod saját szádba elmondani a közönségnek, akkor ez benned van. Hál' Istennek nem. Hanem? Szóval én hiszek az automatikus írásban, úgyhogy amikor megszáll ez az ihletett pillanat, mert ilyen van, nem csak a mesében, az embert ez az erő oda rángatja az asztalhoz, és szinte automatikusan elkezd írni. Hát az én nagyon fontos lett számomra, hogy ezek a kontrolláló tényezők, a saját elemi felelősségérzetemen kívüli kontrolláló tényezők ne befolyásolják azt, amit írok és ahogyan írok. Az autómban is mindenütt, a kesztyűtartótól kezdve a napellenzőig mindenütt egy cetli van, meg egy toll. A lakás minden pontján tollak és sajtcetlik heverésznek rájuk vésett egy-egy sorokkal. Ez már lassan egy mánia lett, hogy mindent föl kell jegyezni, ami eszembe jut, aztán majd később kell szelektálni. És amikor egy-egy ilyen sajtcetli eltűnik, az egy ilyen baromi fontos gondolattal, akkor az ember életében egy luk támad azonnal, ilyen folytonossági hiány. Máig van egy ilyen sztorim, amikor véletlenül nagyon komikus, egy kékes túrán egy zsebkendőre írtam rá egy fontos sort, az a zsebkendő később annak rendje és módja szerint felhasználásra került és eldobódott, és ezek után a világra engedő világirodalmi érték sor veszendőbe ment. Ez volt az életed főműve. Hát ki tudja, hát lehet, és máig emlékszem erre az esetre, pedig az csak egy sorocska volt. Ő csak hallgatott, gyáván beszélt benne.
zenekarban, ha még erről egy mondatot megengedsz, az nem csak annyi volt, hogy én ugrabugráltam a színpadon, és adtam elő a dalszövegeket, amiket írok. Tehát nem csak egy ilyen előadó művészi, meg ilyen szövegírói szerep volt, hanem talán mindezeknél fontosabbnak tartom azt, hogy ilyen dramaturgia voltam ezeknek a daloknak. Magyarul egy dal építkezik, valahonnan valahová jut el, vagy ha egy síkon mozog végig, akkor az is, annak is van ilyen szándékként meg kell jelennie, és a dalszöveg elkezdte szervezni ezeket a dalokat. Tehát továbbra is mondom, hogy nem az én sikerem volt a Bonanza Banzai sikere, de annakban a komoly szerepe volt, hogy én így gondolkodom. Tehát a siker egyik, talán ha elemezni kell, egyik ilyen fontos mutatója volt, hogy dramaturgiája van a daloknak, tehát elindul valahonnan, megpihen középen, valahogy ki tudja. Szóval ahogy a szöveg szervezi ezt a dolgot. És a remixekből pont ez maradt ki. A remix az elindul egy ilyen táncos tempóval, és végigmegy a 6 percen keresztül egyfajta hangulatban. Fent említett Karszatok című albummal indult el, vagy a szólópálya, maradjunk csak ennél, az pont abból adódott automatikusan, hogy az én zenei és egyéb érdeklődésem, hogy ezt az elkoptatott kifejezést használjam, szerteágazó. Ez a siker, eleve a műfaj maga, a szinti pop, és ennek ez a hatalmas sikere, ez kezdett engem bezárni egy dobozba. Tehát ez egy ilyen kockafejű technoénekes, hát végül is ír ilyen szövegeket, de meg ilyen tömegsiker, és ez már gyanús, tehát úgy kezdtek így becsukni egy ládában. Nem mintha én az ítészeimnek a véleményemet törődnék. Csak én magam is éreztem, hogy kezd rám csukódni egy ilyen ajtó, és akkor soha nem lesz menekülés abból, hogy én ezt az egyfajta dolgot csinálom. És engem rengeteg minden érdekel, tehát sok könyvet olvasok, sokfajta zenét hallgatok. És szeretném mindezeket művelni is bizonyos fokon, amennyire ez nekem megy. És nagyon régóta gitározom, és a koncerteken is megszólalt az akusztikus gitár, az utolsó pillanatig, a búcsú koncertig bezárulnak. És több dalban is fölcsillingelt az akusztikus gitár, hogy egy kis humán elemet is bevigyünk a szintetizátorok közé, melyeknek hangját, félreértést ne essék, én nagyon szeretem. Tehát melyik alkalmazok szintetizátorokat a szóló albumaimon is. Csak igyekszem megtalálni a jó arányt gitár és szinti között, tehát szintetikus is. Akusztikus hangszer között. Hogy ez sikerül-e vagy nem, hát ez egy ilyen ingoványos téma. Még gyorsan beszélnék erről a dologról tovább. És rengeteg olyan dalom volt, ami nem kerülhetett föl az a Banzai lemezre, épp azért, mert eleve nem csak hangszerelésében, hanem hangulatában olyan dal volt, ami nehezen volt szintisíthető, vagy technósítható.
hogy mégis sikerült néha, arra van jó néhány példa, én írtam például a Monumentum című dalt, a Kicsi Szív című dalt, a Bonanza Bonzai Rajongók bizonyára tudják, hogy ezek meg, és a Megváltó címűt, ami kifejezetten gitárra írt darab volt, és aztán áthangszerettük közösen. Ugye a Bonanza repertoárjában jól illjen, de sok olyan dal volt, aminek kimaradt ebből a dologból, mert nem ilyen hangulatú volt. Nagyon-nagyon akartam, hogy legyen egy ilyen album, és semmi olyan szándék nem volt bennem, hogy ennek a zenekar kárát lássa. Hiszen éppen azt gondoltam, hogy erre biztos lesz egy pár ember a rajongóink közül, aki majd automatikusan megveszi, ez mondjuk a rajongók 10%-a, és lesz egy pár ember, aki viszont éppen a szintipop miatt határolódott el a Bonanza-Bonzától, és akkor azok felé talán kinyílik ez a dolog, és akkor lesz egy minimális hallgatottsága, elismertsége. És aztán ebből egy nagyon nagy sikerű lemez lett. Meglepő módon, én lepődtem meg a legjobban, és ez élet folytatása, és ezért ülök én most itt veled szemben, elsősorban, mint szóló artista, és csak másodszorban, mint ex-volna az a bandzai. Te attól, amikor elkezdte a szóló pályát, hogy végülis ott hagysz egy sikeres, igen sikeres, hát nem is azt mondom stílust, de egy közönséget, egy zene, egyfajta zenét, egyfajta hangulatot. Nem féltem ettől, mert pont ez volt a célom, hogy valami más csináljak, és nem akartam, ez az egyik dolog, a másik még nem akartam feladni az egyiket a másik miatt. A zenekar nem emiatt bomlott fel, a zenekar azért bomlott, mert megcsináltuk a legjobb lemezünket, amit megcsinálhattunk. Végén zajlik. Remélem, hogy az új album, amit már megírtam, az új Ákos album szeptemberre megjelenhet. Ez kicsit ilyen reklámizó, amit most mondtam, de ezek tényleg ilyen nagy ábrándok, nagy álmok, amiket dédelgetek, és amikre nap mint nap gondolok. És azért tartom fontosnak, hogy beszéljünk erről. Elképzelhető, én írtam egy színházi zenét, a Bál című Bertolt Brecht alaphoz, ami a Big Színházban fut. Nagyon sikeres, meglepően sikeres. Ami szintén egy ilyen másik oldal, ami nem hasonlít a Bonanza Bonzaihoz sem, nem hasonlít a versekhez, amiket írok, és nem hasonlít a szólóalbumhoz sem.
futtak az évek. No, aztán véget értek, most azt kérded, mi jöhet még? Hogy képzeld el magad mondjuk 60 évesen? Jól, nagyon jól. Mi lesz belőled? Verőfényes délután ülök egy szőrölugasban, kezemben pohár, hidegbortól pár állik. Térdemen egy ilyen Hrabal könyvet, vagy még egy García Márquez könyvet, vagy a saját készülői románimat vélem látni. És ahogy ebből a fonott karosszékből, itt a szőrölugas verőfényében az ember másik keze, amelyben nem a poharat tartja, így lezuhan szinte, akkor egy ilyen kutya fültevén babrálok, amelyek ezt nagyon hálásan fogadja. Magyarul a békesség az élet célom, tehát ez megint nem egy ilyen popstáros megnyilatkozás, de ezt úgy kitűztem magamnak, hogy van ami ilyen vidéki nyugalom, és nem a tipikus sztáros, ilyen lótartós, mert mint tudjuk, a sztárok többségen lovakkal is szőrbe foglalkozik. Nem, ezt csak úgy általában mondom. Tehát valami ilyen nagyon békés ügy is, és írás, írkálás. Ez az, ami foglalkoztat, és hát szeretnék persze gyerekeket. Teljesen normális, és én hétköznapi vágyaim vannak, hogy igazából egy ilyen sztárszájcén műsorban nem biztos, hogy jó válaszolatok.